Zemplén tájak, emberek, csendélet és híres alkotások másolatai. Az utóbbi időben, mikor lekerül egy festménykiállítás a Sátoraljóhelyi Városi Könyvtárban, már kerülnek is fel az újabb képek. Dr. Kis Tünde alkotásait most Kőszegi Bertalanné Magyari Julianna festményei követik. A festő beszélt a kezdetekről és az alkotással való kapcsolatáról. Pici gyerekkoromban is festettem általános iskolában, majd a gimnáziumban is rajzolgattam, és mivel tanító vagyok, a gyerekeket tanítottam rajzolni, és nagyon szerettem ezt. Minden olyan dolgot szerettem, amit kézzel, kézművesként, kézműveskedéssel kell ezt elkészíteni. Aztán, mikor nyugdíj előtt arra gondoltam, hogy mit is fogok kezdeni magammal, akkor eldöntöttem, hogy festeni fogok. És kipróbáltam, hogy tudok-e még úgy, mint mikor gyerekkoromban elkezdtem, és felkerestem egy festőművészt, és megtanultam nála az olajfestés alapjait, és onnan kezdve aztán egyenesen ívelt felfelé a festészeti pályám. Az első önálló kiállítás a szülőfaluján Füzéren volt, melyet azóta több önálló és másokkal közös tárlat követett, és nem csak itthon, ugyanis lakhelye németországi testvérvárosába is eljutottak a képei. A művész arról is beszélt, mik a kedvenc technikái és alapanyagai, eszközei. Leginkább most már vászonra festek, eleinte festettem, illetve van most is sok közte, amelyik farosra készült, de a legszívesebben olajjal festek vászonra. De vannak vegyes technikai festményeim is. Azt is vászonra is festem, papírra is. Most újabban készítek pasztelképeket is, de a legjobban az olajat szeretem. A kiállítás február 17-ig lesz látható a Sátoraljóhelyi Városi Könyvtárban, ahol nyitvatartási időben mindenkit szívesen fogadnak, aki meg szeretné tekinteni a tárlatot.